A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette. Retro autócsoda, karaoke verseny, Dracula gróf és egy verses kötet. Címszavakban így áll össze mai műsorunk. Szeretettel köszöntöm a Kultúrkép magazin minden kedves nézőjét, már is mondom a részleteket. Fejes Ferencet nagyon sokan ismerik városunkban, ő az egyik fő szervezője a Kántor András veteránjármű találkozónak. Azt talán kevesebben tudják róla, hogy az elmúlt 3 évben teljesen felújította az 1960-as évjáratú Opel Rekord olimpiáját. Kíváncsiak voltunk a végeredményre, Ferenc pedig elvitte stábunkat egy próbakörre is. Mese alulban színedűs erdők során repülünk. Az angyalok vigyáznak rá. Ez egy 1960-as gyártású Opel Olympia Rekord P1-es. 1500-as motorja van, soros, 4 hengeres, 45 lóerő. Akkor még nem volt sok lóerő, de ez bőven elég ennek a autónak. És 3 sebességes, 6 voltos. A harmadik sebesség az nagyon hosszú, tehát 25-től mehet 100-ig, tehát nagyon nyomaték. Nagyon, nagyon jó autó, de próbáljuk ki. Én 93-ban találtam rá Szerbiában, és hát embargó volt, akkor éppen nagyon nehezen tudtuk áthozni, de azért megoldottuk. Úgyhogy áthoztuk, azóta tulajdonomban van ez az autó. Azért szép volt az eredeti állapotában is, csak ugye nem látszottak azok a hibák, a gumialkatrészektől kezdve minden. Ugye, amik már megvoltak benne, és akkor elhatároztam 3 éve, hogy mindenféleképpen felújítom, mert hát olyan régóta van már a családban, hogy meg kell csinálni. Egyik a lányom pedig 4 éves volt, amikor elkezdtük a veteránozást, és most már az unokám 6 éves. Úgyhogy, tehát ebben nőtt fel a család, és mindenféleképpen meg kellett, hogy csináljam, felépítsük ezt az autót rendesen. És 3 évig dolgoztunk rajta, mire 60 éves születésnapjára készen lett. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Minden eredeti, hát a muzeális mindensítésen ugye 4 hatóság vizsgálja, nem lehet őket megvenni, fölösleges. Tehát 97-98%-os eredetiséget el kell érnem ahhoz, hogy megkapja a muzeális minősítést, kártyát, igazolványt, táblát. Tehát itt nincs mellébeszélés. Nagyon szigorúak, de ezt annak idején így is határoztuk el, hogy legyen rend. Rengeteg probléma volt ezekkel a járművekkel, ugye, mert Magyarországon nem volt neki kultúrája. Majd az 2004-től kezdődtek, meghatároztuk, ugye az országban 5-6 műszaki állomáson minősíteni lehet a járműveket. Ez minden praktikus igazából, meg minden célszerű, nincs automatika, nincs semmi. Olyan szellőzése van neki, hogy a légkondina sokkal jobb.
átszellőzik teljesen az autó, elefántfüleket hátul kinyitom, elő tudom a levegőt szabályozni ezeket kis ablakokkal, fölnyitom a szellőzőt elő, ugye, és akkor átszellőzik teljesen az autó. A lehető legjobb. Benn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tát a volán. Meg kellett csinálni, mert ezt az autót még meg kell tartani a jövőnek. Egy nagyon jó autózható autó, már szinte modern, folyadékristálya, a kilométer órája, Blaukunk csöves rádió, Minden a régi, és tökéletesen működik. Hibátlan. Csupa boldogság vár ezután rád és rám. A mesék mese szék kocsiján. A Halas Televízió 2020-ban már 12. karaoke versenyét rendezte meg. A vírushelyzet miatt minden eddiginél szigorúbb szabályok betartása mellett zajlott a műsor előválogatója és döntője, melyre az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek énekesek. Az elkövetkező percekben a 12. Ganzer.pont karaoke verseny legérdekesebb pillanatait mutatjuk be. A Halas Televízió 2009 óta minden év októberében megszervezi tehetségkutató műsorát. Idén a 12. Ganzer.pont karaoke versenyre közel 50 jelentkezési lap érkezett az ország legkülönbözőbb pontjairól. A szokásoknak megfelelően a versenyzés egy többkörös előválogatóval indult, egy héttel később pedig a döntő zajlott, ahová 16 produkció került be. A zsűriasztalnál ezúttal is hárman foglaltak helyet. Fazekas Eszter, a Star Academy tehetségkutató kiskunhalasi versenyzője, saját versenytapasztalatait használta fel a zsűrizés során. Ez egy karaoke verseny, és próbálom hasznosítani, illetve továbbadni azokat a tanácsokat, amit annól nekünk mondtak, de mindenféleképpen én pozitívumokat szeretnék kiemelni a versenyzőktől, úgyhogy bátorítom őket. Orvási Zoltán 12-szer vett részt a Halas TV tehetségkutató műsorában, azt mondja, mindig örömmel jön meghallgatni a színpadra álló tehetségeket. Mindannyian féltünk az idei versenytől, hiszen helyzet van, és ennek ellenére azt hiszem 45 versenyző jelentkezett az ország legkülönbözőbb távolabbi részéből, amire még nem is volt példa, hogy ilyen messziről eljöttek. Jeszenszky Sebők Judit, a Lira együttes énekesnője, nem zsűrizett még korábban sehol, azt már előzetesen eldöntötte, hogy több szempontot is figyelembe fog venni a produkciók hallgatása közben. Mint előadó művész ezt adja el nekem, én ezt el tudjam hinni, hogy ezt szereti, hogy beleéli magát, hogy tudja, hogy miről énekel. Szeretem hallani, ha valakinek szép a kiejtése. Nagyon sokan ugye angol számokat énekelnek már, nem csak magyarokat. Nagyon szeretem a tiszta érthető beszédet, magyarba is, angolba is. Nagyon szeretem, ha valaki megadja a módját annak, hogy hogyan néz ki. Tehát nem jövünk ide ilyen piacot bevásárlóztucba. Igenis, itt előadó művész, igenis, itt neki engem kell meggyőznie. És ha hívlak, tudom, senki nem felel, csak egy elfelejtett tavalyi verseny harmadik helyezettje idén is úgy döntött, hogy zsűri elé szeretne állni, ennek pedig igen egyszerű oka volt. Az motivált engem az első alkalommal is, hogy ha nem is érek el helyezést, a zsűritől egy olyan visszajelzést kapjak, ami megerősít abban, hogy amit jelenleg csinálok, az jó, és folytathatom, és én úgy gondoltam, hogy idén is meg szeretném ezt tőlük. Ezt a megerősítést meg szeretném tőlük kapni, de egyébként a párom volt az, aki ösztönzött abban, hogy újra eljöjjek idén is. Az előválogatónak és a döntőnek is üdes színfoltja volt Tóth Regina, aki édesapját kérte meg, adjanak elő egy duettet. Korábban nem volt még példa arra, hogy valaki az egyik szülőjével állt volna színpadra. Fog most két kezem, nézd rám Istenem, tölt meg szívem fényem.
elsősorban a gyermek ugye az első, és ugye szerettem volna segíteni abban neki, hogy így is kipróbálja magát, és úgy voltunk vele, hogy ez egy olyan ritkaság, és ha tudom ebben is segíteni az ő előre haladását, akkor ez egy olyan lehetőség volt, amit nem hagyhattunk ki. Milyen érzés apukáddal énekelni? Nagyon jó és felszabadító. Az énekesek között többen is voltak, akik már rutinos színpadi előadónak számítanak, így azt is jól tudják, mire figyeljenek oda egy-egy versenyen. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok, hát nyújtsd két kezed, olvasz fel jég szívemet. Próbálok kizárni minden olyan dolgot, ami a stresszt okozza számomra, és csak arra próbálok törekedni, hogy a dalt minél jobban és szebben elő tudjam adni. Az elkövetkező hetekben érdemes lesz figyelni a Halas Televízió műsorát és a Pont Facebook oldalát is, hiszen a zsűri minden héten kiválaszt egy-két produkciót, amik bekerülhetnek a Top 9-es mezőnybe. Az ünnepélyes eredményhirdetés december 19-én lesz, akkor derül ki, hogy ki lesz 2020-ban az év hangja. Egy héttel ezelőtt már ajánlottunk önöknek egy félelmetes könyvet, és úgy tűnik, hogy Halloween elmúltával is sokan szeretnek még olyan köteteket lapozgatni, amik olvasása közben futkározik a hideg az ember hátán. Egy igazi horror klasszikusról, a Drakuláról ad most rövid ismertetőt a lapozgató eheti szereplője. Én a mai napon Bram Stoker Dracula gróf válogatott rémtettei című alkotást hoztam magammal. Alapvetően mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy maga a könyv igaz, hogy az 1890-es évek végén, pontosabban 1897-ben íródott, viszont nagyon jól összerakott könyv, akár a történet, akár a leírása, a korhű ábrázolás. Maga a kötet azért is kiemelkedő, mert a több száz éves múltra visszahúzódó ilyen Dracula vámpír regényeknek, illetve az egyéb földolgozásoknak az alapja. Tehát lényegében innen indul az egész történet. Maga a könyv úgy került hozzám, hogy egy személyes élmény alapján kezdtem el kutatni utána. Volt szerencsém megnézni egy erdélyi várat, amiről azóta már megtudtam, hogy köze nem volt a Draculához, de ettől függetlenül bele van szűve ebbe a vámpíros Draculás történetbe. Utána sikerült megszereznem a könyvet, elolvastam, azóta már többször is végigolvastam több kiadásban. Talán az is mutatja, hogy mennyire jelentős műről van szó, hogy a kezemben egy régebbi kiadás van, 70-80-as évek körül adhatták ki, ellenben többször földolgozták már, tehát a másik oldalon látszik, hogy egy egész modern új kiadása van, illetőleg az eredeti művet is többször lefordították. Egyes olvasók szerint nagyon nagy különbségek vannak a különböző fordítók között. Ami nekem megvan, az mind a kettő ugyanattól a fordítótól származik. A könyvnek még külön érdekessége, ami nekem nagyon tetszett, hogy a szereplők napló bejegyzéseiből rakja össze az író. Első körben ugyebár csak Jonathan Harker napló bejegyzéseit lehet olvasni, szépen lassan bontakozik ki a történet, viszont a későbbiekben a további szereplők bejegyzései, illetőleg a korabeli újságcikkek is megjelennek a könyvben. Maga a történet végét én nem szeretném elárulni, én mindenkit arra buzdítok, hogy olvassa el a könyvet. Igazából én mindenkinek merném ajánlani, korosztálytól teljesen függetlenül, aki egy kicsit is érdeklődik, vagy vonzódik az ilyen vámpíros drakulás történetek iránt, vagy a régi időkben játszódó történetek iránt, mindenféleképpen ő tanúságos mű lehet, illetőleg nekem személyes véleményem még az, hogy talán ez a drakulás vámpíros történethez sokkal jobban illik a korábbi ábrázolás, mint ez a mai modern földolgozásban az ilyen csillámvámpírok. Rendhagyó irodalomórát tartottak néhány héttel ezelőtt a dékáni technikumban. Diákok adtak elő diákoknak egy egyedi hangvételű művet. Ennek kapcsán beszélgettünk Cagányné Pásztor Anikó szervezőpedagógussal. Többek között annak kapcsán beszélgetünk a mai napon, mert önök itt az iskolában fontosnak tartják most már évek óta, hogy a hagyományos oktatási módszer mellett a különböző művészeti ágak is megjelenjenek. Miért fontos ez a diákok szempontjából, miért hasznos, hogyha a hagyományos tantárgyak mellett ilyen egyéb extra dolgok is bekapcsolódnak a tanmenetbe?
Nagyon örültem ennek a bevezetőnek, hiszen itt a KSC Dékáni Árpád technikumában valóban kiemelt szerepet kap a művészeti képzés. Hogy miért fontos? A művészeti képzés valami hihetetlenül sok pluszt ad a gyerekeknek. Egyfelől segít nekik, hogy az egyéniségüket ki tudják bontani, és erre egyébként úgy gondolom, hogy nem nagyon van lehetőségük. És amit tapasztalni szoktam, hogy nagyon szeretik. Tehát például a drámás játékokat imádják, a gyerekekből ez a homoludens, a játszó ember nem veszett ki. Imádnak játszani, szeretnek győzni, és szeretnek sikerélményeket szerezni. És ezeket mondjuk a kötetlen foglalkozásokban megkapják. Tehát azok a gyerekek, akik egyébként a hétköznapokban visszahúzódóak, esetleg nincs sikerélményük, eljönnek egy délután, elkezdenek játszogatni, és megérzik ennek a játéknak az örömét, meg felfedezik önmagukban azt a kincset, azt a pluszt, ami van. És hogy ez mennyire lényeges, egy régebbi példával szeretnék élni. 6 évvel ezelőtt, amikor a drámás tanulóim érettségiztek, akkor az iskolában az ő csoportjuk magasan a legjobb eredményt produkálta, és hozzátenném, hogy hát nem egészen közepes szinttel érkeztek az iskolába. Óriási eredményű a tanítás-tanulási folyamatban az, hogy a gyerek megtanul magabiztosan fellépni, megtanulja önmagát eladni, és ez az élethez is fontos. Tehát nem csak ahhoz fontos, hogy jól vizsgázzon, jó eredményeket szerezzen, hanem ahhoz is fontos, hogy amikor kilép a munkaerőpiacra, akkor egy hasonlókorú társával szemben óriási előnyöket fog élvezni, hiszen tud kommunikálni, tudja önmagát érvényesíteni. Én egyébként, ha olyan helyre tudnék kerülni, ahol miniszteri szinten tudnánk beszélgetni, akkor azt javasolnám, hogy minden osztály kapjon ilyen lehetőséget, legyenek elhivatott drámás tanárok, akik élményeket szereznek a gyerekeknek, mert egyébként ezek a gyerekek, amikor elmennek az iskolából, nem arra fognak emlékezni, hogy X órán mit sajátítottak el, hanem az élményekre. Azokra a pozitív élményekre, amik egyébként őket előre viszik a hétköznapi életben is. Annak érdekében, hogy a diákok nyitottak legyenek az ilyen foglalkozások, vagy alapból a művészetek iránt, ahhoz már pici korban otthon a családnak el kell kezdeni ezt az egész folyamatot, bevezetni őket a játékok során, vagy az olvasás során arra, abba, hogy érdeklődjenek? Az ideális persze az lenne, hogy a gyerek népmeséket hallgasson, a szülőkkel dramatizálják azokat, a szülő írjon önmaga, írjon, hát ezt idézőjelbe teszem, mesét, hiszen azért elég sokan vagyunk úgy, akik odaültek a gyerek mellé, és akkor közösen meséltünk, a gyerek volt a főszereplő. Itt kezdődik el a drámajáték gyakorlatilag. Ez ma már nincs. Nagyon megdöbbenek azon, amikor a 9-esekkel beszélgetek, és na, akkor most jöjjön egy mese. És soroljatok fel meséket. Milyen meséket sorolnak? Disney-s meséket. És amikor szeretném, hogy magyar népmesék kerüljenek sorra, akkor gyakorlatilag így állnak tehetetlenül, és fogalmuk nincs arról, hogy mit jelent a népmese, holott a fantázia világot kifejezetten a mesék segítik elő, hiszen tudjuk, hogy azért van a két világszintet összekötő lajtorja, meg a passzúj, meg vannak az átjárók, és így tovább. Ugye a gyerek nem konzervmódon készen kapja a dolgokat, hanem saját magának kell felépíteni azt a világot. Itt például a gyerekekkel, amikor megcsináltuk a rendhagyó irodalmi órát, Karintinak az emberke tragédiáját dolgoztuk fel, akkor ott kezdtük a dolgot először is, hogy na akkor csináljunk ilyen mindenféle szituációkat, helyezzünk bele ilyen-olyan szereplőket, a népmesékből ismert ördöggel ismerkedtünk először, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy az alkotó fantázia fejlődjön. Ahogy említette tanárnő ezt a rendhagyó irodalmi órát, most a nézők is láthatnak felvételeket erről a foglalkozásról. Ugye egyrésztről a szereplőknek is ez egy újdonság volt, vagy egy jó kihívás, viszont a közönség tagjai, akik folyamatosan cserélődtek, ők is csupa új dologgal találkozhattak. Számukra miért volt ez érdekes, akik mondjuk nem drámások, de beültek egy ilyen rendhagyó irodalom órára? Azért, és ez számomra hihetetlen megerősítés volt, hogy óriási szerepű, a hagyományos értékeket felsorakoztató drámákat, de akár más irodalmi alkotásokat is feldolgozni diákokkal, és diák mutasson be diáknak ilyen műveket, mert ott ültek, és
annyira örültem neki, hogy így szinte szájtátva, és a végén, amikor megkérdeztem, természetesen a rendhagyó irodalmi óra azért azt jelentette, hogy én tartottam egy bevezetőt, elmondtam, amit a madácsműről tudni kell, mert ugye a kettőt együtt kell ismerni ahhoz, hogy megértsék az eszmeiséget, és amikor véget ért ennek a rendhagyó irodalmi órának, na mondom, csináljunk egy tesztet, mutassátok fel a kezeteket, és 1-től 10-ig terjedő skálán értékeljétek, hogy mennyire lehetett megérteni. És a tanulócsoportok talán 90%-ánál fönt volt a 10-es. A játszók oldaláról pedig olyan maradandó élmény, hogy rendre idézgetni szoktak. Tehát szünetben is, meg amikor egymáshoz szólnak, akkor is már sok-sok darabot feldolgoztunk együtt, és mindig előjön egy-egy idézet. Ezek a gyerekek, akik itt végeznek, sok mindent visznek abban a batyuban, amivel elindulnak. Kiskora óta érdeklődik a költészet iránt, verseket írni azonban csak felnőttként kezdett. Szedő Tibor új verses kötete kapcsán látogatott el a Martonosi Pál városi könyvtárba, ahol többek között arról beszélt, mennyire szereti feszegetni saját komfortzónájának határait. A József Attila irodalmi kör meghívására látogatott Kiskunhalasra Szedő Tibor költő, aki új könyvét mutatta be az érdeklődőknek. A program szervezője szerint mindenkinek érdemes lenne elolvasni az Elzsákmányolt idő című kiadványt. Kapcsolatban vagyunk a Dabasi Gyóni Géza irodalmi körrel, őket tavaly májusban hívtuk meg ide a könyvtárba. Egy fergeteges színvonalas műsort adtak, ők pedig minket hívtak viszont. Ez a meghívás alkalmával találkoztam először Tiborral, azután olvastam az interneten, a Facebookon az ő verseit, írtam neki, meghívtam ide Kiskunhalasra közénk, és örömmel jött. Az Elrabolt idő című kötetben rendkívül változatos a téma, szerelem, hazaszeretet, természet, szülők szeretete. Én úgy hívom az ő verseit, hogy lélekvirágok. Az egyik ismerőse úgy fogalmazott, és én nagyon egyetértek ezzel, hogy amikor olvasom a verseidet, Tibor, az olyan, mint amikor kimegyek a kertbe és szedek egy virágot. Valóban csodálatosak ezek a versek. A kezdeti próbálkozásoktól az Elzsákmányolt idő megírásáig sok év telt el Tibor életében. Most viszont már el sem tudná képzelni a mindennapjait rímek és versorok nélkül. Én úgy kezdtem el a versírást, hogy elég nehezen fejeztem ki magam, és gátlásos gyerek voltam. És akkor végül is próbáltam, meg igyekeztem versorokba, rímekbe szedni a sorokat, gondolataimat. 15 évesen kezdtem el írni hivatalosan, de úgy a költészet mély vizében úgy 2016 óta vagyok benne, és azóta úgy végül is megismerkedtem számos stílussal, ami elsajátítottam. Nincs egy olyan konkrét téma vagy érzés, ami Tibort rendszeresen megihletni. Ha teheti, mindig új dolgokban próbálja ki magát. Különböző helyeken vagyok, ahol szoktak lenni ilyen pályázatok, és van ott, kiírnak témaköröket, és akkor az így szeretem feszegetni a határaimat, de van olyan is, amikor csak úgy hallok egy szót, vagy egy gondolatot, és akkor abból születik meg az adott versem. Én gondolom, hogy szívvel és lélekkel írok, és talán már az elején is mondták nekem, hogy a szóképeim, amikkel én úgy nagyon erős vagyok, és azokat ültetem át végül is ilyen természet szerelmes versekbe, édesanyás, édesapás, meg esetleg lélekversekbe. Az a célom, hogy szeretnék nyomot hagyni az olvasóim, meg a hallgatóim lelkében. A járványügyi szabályok egyre szigorodnak, így a kulturális programokat is sorra kénytelenek lemondani a szervezők. Az elkövetkező hetekben színházi előadás és folkest is lett volna városunkban. Ezeket jelenállás szerint nem lehet megtartani. Mutatunk azonban egy-két időeltöltési lehetőséget. A koronavírus közbeszólt, az aktuális járványügyi előírások miatt több kulturális rendezvényt is el kell halasztani Kiskunhalason. Nem lesz megtartva a november 14-ére meghirdetett folkest a közösségek házában.
Ugyancsak elmarad a Nicsak kilakik itt című darab bemutatója is, mely a tavaszi színházi évad harmadik előadása lett volna, ám a koronavírus veszély miatt már többször is le kellett mondani. Amint lehetőség lesz pótolni ezeket a programokat, tájékoztatjuk Önöket, illetve a színházi bérletesek a megadott e-mail címeken is értesítve lesznek. Emellett elmarad a november 10-ére meghirdetett beszélgetés Lauer Zsolttal a Halas Koncertband karnagyával. A programokat szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Köszöni a megértést. A koronavírus miatt egyre több esemény költözik a világhálóra, az évek óta nagy sikerrel megrendezett kiskörösi tankerületi zenei versenyt is online formában hirdették meg. A versenykiírás és további részletek megtalálhatók a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola honlapján, a jelentkezési határidő november 23-a, az eredményhirdetése pedig december 4-én kerül sor. Adásunk végére értünk, ma egy igazán különleges produkcióval zárjuk műsorunkat. A közelmúltban két németországi művész videóklipet forgatott Kiskunhalason a Végkúriában, a Kiskun Tánc Együttes tagjainak közreműködésével. Ezt láthatják most, én pedig megköszönöm ma esti figyelmüket, találkozunk egy hét múlva is, viszontlátásra! A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.